Még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy együtt vagyunk a mai estén, és elmondanám előjáróban azt, hogy ez nem egy hagyományos passiójáték abból a szempontból, hogy egy picit talán modernebb, egy picit talán rokosabb, egy picit talán hangosabb, mint amihez általában az emberek hozzá vannak szokva. De úgy érzem, hogy pont ez a zene műfaj, ami úgy igazából kifejezi azt a turbulenciát, azt a hihetetlen felbízást, ami Pilátus lelkében zajlott. Három mű, három vers az, amelyik alapját képezi ennek a darabnak. Ezt a három verset, illetve azt a bibliai szakaszt, amely Pilátust bemutatja számomra a Szentírásból, szeretném, hogy meghallgassuk, mielőtt a darabot megtekintenék. Azt is megmondom, hogy miért. Ugye egy rokkosabb darabról van szó, ennek következtében nem mindig érthető talán a szöveg teljes egészében, remélem, hogy az lesz, mert rengeteget dolgoztunk ezen a fiatalokkal, a művészeinkkel. De akkor, amikor valaki esetleg már hallotta ezeket a csodálatos alkotásokat, miből született ez a mű, akkor talán könnyebb lesz később az egész szöveget és az egész üzenetet érteni. Ugye azzal fogjuk kezdeni, hogy meghallgatjuk Kovács Zsófi előadásával, felolvasásában azt, amit a Szentírásból igazából tudni kell erről az emberről, akit úgy hívnak, hogy Poncius Pilátus. Utána meghallgatjuk azt a három verset, amelyik a szövegkönyv, és aztán szeretném a türelmüket kérni egy rövid kis videó megtekintésére, hogy hogy is született ez a darab. És aztán a vége az egésznek lesz maga a rockopera, amelyet a Historika zenekar segítségével sikerült én szerintem nagyon szépen meghangszerelni, és remélhetőleg egy időállásnak lesznek a tagjai. Köszönöm a figyelmet, kérem akkor Zsófit, hogy jöjjön a színpadra és olvassak el számunkra azokat az ige szakaszokat, amelyeket Pilátusról tudnunk kell. Jézus és Pilátus. Amikor megvillant, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidó királya? Te mondod, hogy én király vagyok, válaszolta neki Jézus. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindazok, akik az igazságból való, hallgatnak az én szavamra. Ekkor Pilátus azt kérdezte tőle: micsoda az igazság? És amint ezt mondta, kiment a zsidókhoz, és ekképp szólt hozzájuk: én nem találok ebben az emberben semmi bűnt. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsájtani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok? Melyiket bocsásson nektek szabadon? Barabás vagy Jézus, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói széken ült, felesége azt üzente neki: ne avatkozz el ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmodva miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barnabás kérjék ki, Jézust pedig veszítség el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsásson nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabás. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak nevezek? Mondanak. Mindannyian így kiáltottak: veszíts meg! Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig meg még hangosabban kiáltoztak: veszítsétek meg! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta a kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabás, Jézus pedig megosztorosztotta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg.
Jézus megcsókolása. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézus. Miután megfeszítették, feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szól: ez Jézus, a zsidók királya. Berde Mária, üzentél Klaudia. Amint pedig ő az ítélőszékben ül vala, külde ő hozzá a felesége, ezt üzenvén: ne avatkozzál ama az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. Máté 27. 19. vers. Én nem tudom, ismertéd-e a szűzet, ki volt az Úrnak szolgáló leánya, s járté keresztül életednek útján a glóriás szent asszonyok nehánya. Betániában tán átutazáskor hozzád lépett jó Márta hűsi dallal, s kihallottad, hogy húga Mária Istent dicséri bent egy régi dallal. Vagy megmutatták néked Magdalénát, ki egykor hírhedett volt cifra, festen, és láttad, hét ördög helyén a szemében immár hét angyal üdvössége reszkel. Az is lehet, a csacska fésülő lány, mi pontogatta kontyod drága sejmét, hogy el ne und, Jairus gyermekének történetével mulattatta elméd. Egyszer talán, gyaloghintódban ülve, koplos nép jött feléd, útféli torz had, s közülük akkor rád fénylett az orvos, ki gyógyított, és senkitől se borzadt. Én nem tudom, merről pattant a szikra szívedbe, hogy csütörtök éjszakára kikönyököltél éber vetkezetlen, sokáig ágyas házad ablakára, a vastag, vérszínűzbe ébedeztél, mely kaifás pap udvarából áradt. S aztán testedtől majd meggyúlt a párna, bár legyezős szolgálót holtra fáradt. Öltöztetőnél fejcsóválva jött-ment, izzadt ruháid átváltotta friste. Öreg dadár az álmankort keverte, hasztalan írt a szívbe tört tövise. Mert kakasszóra újból felriadtál, nyakadba kérve gyöngyház amuletted, de álmod el nem űzte. Bőregér volt, két húsos lomha kéz kimbált feletted. Jaj, ez a kéz máskor, cirógatáskor, kenőcsel ápolt, illatos fehér volt. Most kígyó ült merünk a gyűl helyén, s a tenyerén két bíbor színű vér volt. Sikoltva szöktél talpra viradatkor, s követségben uradnak azt izented: Pilátusom, ne légy bíró e pörben, igaz-e férfi? Jaj, ne bántsd a szentet! Én nem tudom, mi sorsod lett a földön, de szent hiszem, hogy számon tartva téged, kit pártfogoltál, atya jobb felén elkészítette égi üdvösséged. Mert átszenvedted azt az éjszakát, mely ő neki számolódott szenvedésül, s miért pap, bíró, meggyőn faggatódzott. Megsejteni neked jutott ki részül. Szabad, bár akkor árva gerlesírás, mint őrjöngő, feszítsd meg, túl kiáltott. Vezente később, mint győztes harangszó, a vesztéből felocsúló világot. Lélekkép lelketlen Pilátus fajnak, gyermeki gyanánt kiélt tamoknak, jámborul köptösők áldász hadának, megszállottan áldatlan józanoknak. Izentél Klaudia, s szabad megáll örökre, míg az írás szent igéi,
hogy ő amaz igaz, s ki rajta író, az kárhozatra önmagát ítéli. Kis Jenő Pilátus. Hallgass meg, Poncius Pilátus! Hiába mostad meg kezed, én nem fogok veled. Van, amit nem lehet lemosni. Bár nem volt tán bűn, csak hiba, de ráment az emberfia. Kérték, ítéld el, s elítélte. Nem is keresve, mi a vád, mert tudtad, számítnak rád. A gesztus száradt rá a kezedre, azt nem tudod lemosni te, azt nem felejti senki sem. Reményik Sándor Pilátus. A pörnek vége, elvégeztetett. Véres a keresztövében a fű. A helytartóban forma démadűk, s egy gondolat tépi a másikat. Roncső cseléként unlak titeket, unom a vágyatok, a hitetek, a papjaitok ragyogó ruháját, a mellőperő messiásokat, a napkerét az átkos ég alatt, az agyba szókat, bújja színeket és magamat, és uramat a császárt ki bíróvá tett ilyen nép felett. Feszítsd meg! Üvöltötték a fülembe, amíg unottan odaöktem nékik. Szegény gond, pedig csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezek helyatán szemben. Már szürkül fenn a koponyák hegye, olyan álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról, aztán némán érzett, ragyogott. Gunnyal kérném, az igazság micsoda? Felelé, én vagyok. Hát kicsoda nékem ez az ember. A csőcselé gorajlott, mint a tenger, és én untam azokat ezt is. Te egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb. És könnyebtán ez Isten verte fölött. Untam a dolgot. Odalöktem. Vége. De jaj, vajon ki elszállult a vére? Az alkony megy. Az est az éle száll, de a helytartó futott nem talál. Feszítsd meg! Üvöltötték a fülembe, és nekem nem volt elég fegyverem, nem volt elég láncsásom odakül, vagy üres volt a lánnak szívem. Még bánom én, a bölcs szív üres, búst madarak el a szívemből, hess! Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, miközben hozzá feszítsétek hát! Te véres kezdő szennyes csőcselék, feszítsd meg hát a messiást! Éle, meghal-e, egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot. Miközben hozzá feszítsétek hát! Vigyétek! Vitték. A kereszten volt. Ki tudja, talán mégis király volt. Csend most, te hallga. Most az én kopog. Pilátus udvarában a papok. Uram, mi véled egyet-egy nem értünk, ahogyan írtad botránkozás nékünk. Rexnek, uram, csak ő mondta magát, nem készítetted jól a golgotát. Milyen furcsa rőt lánk a szemén. Én kővé vált a nátszán, oly kemény. Odafenn csendbe hallgatok ezt. Pilátus nő, ahogy beszéltek ezt. A messiástok megmenteni késtem.
de négy betűt a keresztébe véstem. E négy betű az én becsületem. Hajót örökségem utolsó roncsa. Hitetlen hitem, büszke makacságom, egy akarat, az akaratlanságom. E négy betű az én becsületem. Hát eszre ez a négy betű marad. Ha alá kéne temetneme várost, Rómát, az imperátort, magamat, e négy betű az én becsületem. Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, halljátok, amit megírtam, megírtam. Becsönt, nekül az én zsoltárba kezd, s áll a zsoltáros ében a kereszt. Köszönöm a figyelmet. Lehet érezni, milyen mélyek ezek a versek. Ezek indították meg bennem azokat a gondolatokat, amelyekből aztán a zene megszületett. Hogy hogyan? Erről fogunk most megnézni egy rövid videót, és utána meghallgatjuk a rockoperát. Jó szórakozást kívánok! És utána pedig, ha van kedvünk visszamaradni a zenekarral, a színészekkel, az előadókkal beszélgetni, szeretettel várom mindenkit egy kis kávéval és süteménnyel. Úgy kezdődött, hogy már gyermekkoromban, amikor először gitárt, hangszert kaptam a kezembe, próbáltam ilyen dallamokat lejátszani rajta, ez eleinte természetesen csak az ismert, általam ismert dallamokat, dalokat, másoknak az énekeit, aztán néha észrevettem, hogy magamban dudorászok és egyes dallamokat magamtól képzek. Persze leírni nem tudtam, mert a kottát azt nem ismertem, mai napig sem vagyok jó ismerője, nem vagyunk túl jóban a kottával. De ilyen motivumok megmaradtak bennem, amit sokszor nem bírtam lejátszani, de a fejemben zúgott. Lényeg az, hogy 15-16 éves koromban elkezdtem egy diákszínjátszó csoportnak az előadásaimmal részt venni, amatőr színészként, és ott elkövettem egy pár vers megzenésítést, aminek meglepően jó sajtókritikája lett Nagyváradon. És ez egy kis bizalmat adott, önbizalmat adott, és elkezdtem más versekkel is foglalkozni. Azok akkor Karinti Frigyes szerelmes versek voltak. Aztán később néhány Adi verset is megzenésítettem. Már nem is emlékszem már milyen verseket, még valahol össze vannak írva. És valahogy a kezembe került, már nem tudom, emlékszem, hogy a Reményi Sándornak a Pilátus című verse, és valamilyen formában, ahogy olvastam a verset, azt hiszem, hogy emlékszem, szavaltam is a szavaló versenyem. Néhány gyerekkoromból úgy megmaradt ilyen dallam szövevény, úgy ráillett a versre. És akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, szerintem egy olyan 17-18 éves lehettem, amikor az első két tétel összeállt. Semmilyen szándék nem állt mögötte, hogy ebből valaha is egy komolyabb előadás legyen.
nem tudom, mit elsőre megfogott így, hogy megcsináltad. Tehát ritmusilag is, meg gitárjátékilag is minden szempontból szerintem. Jó lett a szám. És ami eszembe jutott, az az, hogy nagyon erős és nagyon jó érzésű nosztalgiát éreztem, amikor megkaptuk ezeket a dalokat, mert ugye a 90-es évek elején Ézsias Petivel nagyon sok ilyet csináltunk, karácsonyi darabokat és húsvétre pasió darabokat, nagyon sok ilyen dolgot csináltunk együtt, ahol mi írtuk a dalokat, megzenésítettünk verseket, és hangszereltünk, és őket előadtunk, tehát mindazon, ami most a ti gyerekeitek, ti ifjúságotok fog előadni, azon mi is keresztül mentünk, hát ez ennek már 25 éve, és ezért nagyon jó érzés volt nekem ezekkel a dalokkal bíbelődni, dolgozni, hogy olyan formába hozzuk, ami reménység szerint mindenkinek jó élményt fog nyújtani. Már várjuk nagyon az indulás napját, néhány nap múlva indulunk, nagyon készülődünk, és nagyon várjuk, hogy találkozzunk veletek. Később, mikor segédlelkészként kikerültem gyülekezetbe, Ugyevásárhelyre, láttam az ifjúságot, hogy mennyire szeretnek énekelni, mennyire ügyesek, különböző ilyen ifjúsági énekeket énekelve hallottam a hangkapacitást is, és akkor megint ugye az Úristen gondviselése nyomán előkerült valahogy a kezembe az a füzet, amiben néhány ilyen jegyzetfoszlány le volt írva, és akkor került ismét fókuszba ez a dolog. És akkor a vers többi részét is megzenésítettem, ez olyan, jól emlékszem, ez olyan 96 körül lehetett, 95-96 magasságában, és mivel láttam, hogy nem elég hosszú, még kerestem hozzá szöveganyagot, akkor találtam rá Kis Jenőnek a versére, amelyikből aztán a tanítványoknak az egysége, a részlete jött létre. És 96 végére lett kész az anyag, és ha jól emlékszem, 97 húsvétjában mutattuk be először, jó 3,5 hónap, 4 hónapnyi próba után, és aztán annyira nagy siker lett, hogy ott a környéken, a környező gyülekezetekben legalább 5 vagy 6 alkalommal előadtuk, és az akkori lelkészi kapcsolatoknak köszönhetően eljutottunk be egész Kolozsvárra, sőt, ha jól emlékszem, még Székelyföldön is valamelyik ifjúsági táborban volt egy bemutató, de ezek már összefolynak, ezek a dolgok. Akkoriban, amikor összeszámoltam, ha jól emlékszem, összesen 14 vagy 15 alkalommal volt bemutatva. Nem esküszöm meg a számra, de mindenképpen ott körül volt a bemutatóknak, az előadásoknak a száma. Mit is jelentett számomra a Pilátus? Mint főszereplőnek először rengetegnek tűnt az a szöveganyag, amit meg kellett tanuljak. De minden egyes próba után egyszerűbbé és egyszerűbbé vált. Olyan volt, mintha már nagyon régóta tudnám ezt a szöveget. Hiszen csak az asztalba ámultam magam előtt, és egyszerűen könyörögtem, hogy a szöveget ne felejtsem el. 2-3 szó után egyszerűen a szavak maguktól jöttek, mintha mindig is emlékeztem volna, és mindig is tudtam volna a szöveget. És egyszerűen azt éreztem, hogy hazaértem. Úgy éreztem, hogy itthon vagyok. És nem számított már a lámpaláz. Egy családdá kovácsolt össze minket a Pilátus. Bárhová is kerüljünk az életben,
a lelkünk és a szívünk egy része mindig ott marad. És egy annyira erős ifjúsági csoportot kovácsolt össze ez a munka, amelyik nagyon-nagyon sokáig a vállán vitte az ifjúsági munkát ott a közösségben. Rokkopera. 10 éves gyermekként nem volt teljesen világos, hogy mit is takar a műfaj. Vallásórásként, majd konfirmációt követően az ifjúsági csoport tagjaként illeszkedtem be a gyülekezeti közösségbe. Hála Istennek kaptam bátorítást a lelkipásztorok részéről. Vallásos családból származom, így fontosnak tartottam a találkozásokat, bibliaórákat és a szolgálatokat, melyeket különböző gyülekezeti alkalmakon végeztünk. Áttörő ereje volt Jakabfi tiszteletes úr kezdeményezésének, hiszen egy tőlem távolálló műfajjal ismertetett meg. Köszönettel tartozom érte. A feltámadás ünnepének közelettével sokszor eszembe jutnak foszlányok, dallamok, egész szerepek a Pilátus rockoperából. Emlékezetesek maradnak a próbák, felkészülések, Isten tiszteleti szolgálatok, melyeken Isten dicsőíthettük. Sokszor peregnek le előttem azok a pillanatok, amikor a tömeg részese lehettem, és hangosan, dühösen kiabáltam a feszítsd meget. Töredelmesen bevallom, hogy sokszor nehezemre esett, nem mindig tudtam teljes mértékben beleélni magam a szerepbe. Valószínűleg a hallgatóság ezt észre is vehette. Legizgalmasabb az volt számomra, amikor különálló szerepet kaptam, mivel valaki megbetegedett, és átvehettem a szerepét, a bőrébe bújhattam. Legszívesebben visszaforgatnám az időkerekét, és újból részese kívánnék lenni a rockoperának, hiszen felejthetetlen élményekkel gazdagodtam. Gazdagodtunk, gazdagodtak mások is. És szerintem ez a lényeg. Vinni az örömhírt, hogy Jézus nem maradt a sírban, hanem legyőzte a halált. Biztosított minket az örök élet felől. Majdnem 20 év távlatából törnek elő ezek a gondolatok, amiket nehéz egy rövid üzenetben összesűríteni. Hála legyen Istennek, hogy minden nap egy újabb lehetőséget kapunk a hozzávaló megtérésre. A Pilátus rockopera számomra az Istenhez való közeledést jelentette, és jelenti most is. Köszönet ezért Jakabfi tiszteletes úrnak, aki áldozatos, fáradtságos munkával dolgozott a Fugyivásárhelyi ifjúsággal. Istené legyen a dicsőség. Áldott feltámadási ünnepet kívánok a gyülekezet minden tagjának. Húsz évvel ezelőtt én játszottam a főszerepet a Pilátus rockoperában, mesélőnek szerepét. Nagy élmény volt ez számomra, hiszen 3 hónapon keresztül készülöttünk rá. Nagy izgalommal 30 fiatal jött össze hetente, 3 hónapon keresztül, hogy a legjobbat kihozzuk a rockoperából. Szerintem ez annak idején nagyon sikerült, mert írtó nagy élmény volt, hogy minden egyes alkalomkor a legjobb módon adjuk elő, amit tanultunk. Ez a Pilátus azóta se került elő. Nekem mindig egy álmom volt, hogy esetleg jó lenne egyszer egy zenekari feldolgozást készíteni hozzá. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez is az Isten gondviselő keze, hogy most erre lehetőség adódott. Ki az, aki hátra ki a töveget? Nincs ő akkor, Júcsi, Viola és Kopány, te is ott állsz. Tehát nem úgy, hogy leesnek a színpadról, csak legyen egy hökkölés, a többiek is lépnek hátra, lássam azt az ilyettséget, oké? Okay?
tetszik ez a dolog, hanem majd a kedves közönség is értékelni fogja. Nem csak a zenei, meg az előadásanyagot, hanem azt a hihetetlen mély üzenetet, ami emögött az egész mögött van. Azt az emberi vívódást, amikor valaki belátja azt, hogy a körülmények hatása alatt rossz döntést hoz, de nincs elég bátorság ahhoz, hogy felálljon az igazságért, és kimondja azt, hogy tévedett. Ez az emberi küzdelem mindannyiunkban ott van, és úgy érzem, hogy éppen az a Krisztus, akiről szól, aki majdnem, hogy némán középpontjában van ennek az egész darabnak, és bízom benne az egész életünknek, ő az, aki ebben a talprálásban, ebben a megújulásban valóságosan tud nekünk segíteni. Thank you.
Thank you.
sok